hogy mi székelyek vagyunk, nem vitás, ha bár nevünk kicsengéséből adódóan vannak olyan kérdések, hogy tehát én nem vagytok véletlenül románok. Hogy, van az, hogy románnak hínak? Az úgy van, hogy Román Jánost 1830-ban vargyason eltemették, és ezt a nevet viselte. Román János. Ki van írva? Odavésve a sírkövire. De a románok, a mai románok, a szótárilag, meg mit tudom, akadémiai szinten románok, akkor még nem tudták, hogy az mi. Hát ők, ők, oláok olauk voltak, és a nevük a román, mert ők nem románok, román, annak a magyar változata román. Na de nézzük meg, hogy milyen egy székely család. Erdővidéken van Vargyas, onnan származik apám a románok közül. Román Ferenc néven született, 1902. Az apja Román Ferenc, az idős Román Ferenc, amerikás magyar, akik a 900-as években ki tántorgott az Egyesült Államokba. Hát amerikás magyarnak tartották számon a faluba a vinrománt. Nagyjám, Ilkei Rebeka, az volt a felesége, nyúlsz gyermekkel a szoknyája körül. Azok között volt apám. Apám összekerült a homorod menti konc Ilonával a 30-as évek elején. A koncok azok a Homoród mentéről származnak, Homoród kemény falvárul. Konc Lajos volt anyámnak az apja, s rózsa mámámat úgy hívták, hogy Gergely Rózsa. Ö, Konc Lajos, az magyar királyi sónyomőr volt, hát ugye akkor még Erdély, a, magyar, a nagy Magyarországhoz tartozott, másképpen beszéltünk akkor Magyarországról. Ez a sónyomőr kikerül a háborúba, és a Galiciai fronton 916-ba oda veszett amikor a magyar katona, a székely seregek, a székely századok ugye egy csukorékba harcoltak ott Galiciába, ha valamelyik elveszett, elővették a ubbanya zsebéből a levéltárcáját, az borjú, vastag borjú bőrült, a minden katonának ott volt, bal felül az ubbanya, zsebébe, és az a század mesterlövésze átlőtte. Azt a levéltárcát hazaküldték a faluba a hadi özvegy Gergely Rózsának. Evel bizonyítandó, hogy a férje hűsi halált halt. Hát ugye ez, ez volt a módi. Háború van, van, aki nem éli túl. De akik nem élték túl, azok turul madaras emlékművet kaptak. Minden székely faluba ott hosszan, a homorúd mentén ott vannak ezek a turul madaras, ö, 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 emlékművek, és akinek a neve fel van oda vésve, az biztosan, hogy székely volt. Hát akkor ugye az apaiág ott van a Vargyasi-ak Erdővidék, anyai ágon ott van Koncilona anyám, az a Homorúd mentéről. A két fiatal már, mint anyám, sapám találkoznak a 30-as évek elején. Apám, ő mészáros legény volt, mert az amerikás nagyapám küldögette anyámnak haza a pénz, így mindegyiket iparra tudták fogni, adni, és akinek nem, annak vettek szántóföldet, csűrt építettek, és eresztették, hogy menjen a paraszti életbe. Apám udvarhelyt egy vargyasi mészárossal együtt közösen működtek. És a végén, mivel hogy vargyas, mivel hogy homorót kemény falva találkozója, homorót Szent Márton oda telepedtek le. Umorult Szent Szentmártonról tudni kell, hogy központ 5000 hektárnyi terület, nyolc faluja van, hát a falu körbe, Lókot, Kínos, Bágyri, Recsinyéd, Gyepes, Remete, Abásfala, Keményfala, Bükfala vannak ott faluk elegen. A nyolc falu, hát hét vallás működik ebbe a nyolc faluba. Magyarországon nincs annyi vallás mindebbe a körletbe. Hát a mai időkben egy kicsit meg sokak sottak ugyan a vallások, de hát ezek a, az eredeti régi tartású vallások ebbe a községben megjelennek. Elkezdve az unitárius, a református, a katolikus, a zsidó, az ortodox. Ha mindenféle, mondom, minden is vallás szabadság jellemző, mert nem foglalkoznak egymással vallási alapon. A leányaikat hezzadják akár melyik más vallású legényhez fel sem merül az, hogy az unitárius ne venne el egy reformátust. Hát a, a székelység problématikájáról akkor mondhatjuk azt, hogy székelyföldiek, a felmenők mindegy szálig, unitáriusok mindegy szálig, Viktor is unitáriusnak született, én is. Hogy aztán, hogy ilyen nevet adtak nekünk, hogy elemér, mert az elemért Szent Mártamba nem úgy mondják, hogy elemér, hanem úgy, hogy elemér. Jó. Viktornak pedig választották ezt a nevet, Mi, ha tudták volna, hogy nem árt, ha egy nemzetközileg is jelentős személyé válló embernek legyen egy nemzetközileg nemzetközi is jól csengő ö, neve. Azért ő Román Viktor. Persze, amikor kín van, akkor nem Román Viktor, hanem Viktor Román Viktor. A székelységi probléma még úgy ö, ö, vizsgálható, hogy magyarul, mondjuk úgy, hogy a székei nyelvnek a változatos formáját használják a homoródmentiek. A homoródmentiek meg a, az erdővidékiek, meg ugye van a homoródmente, Arábacska van, erdővidék, ahova tartozik, vargyas, barút, füles, a többi erdővidéki faluk, van egy kicsi differencia, például a, a, a kenyérnek, az erdővidéki úgy mondja, hogy kenyér, de nálunk felé, a homorúd mentén a kenyér az kinyér. Vannak ilyen históriák, meg ö, zamatos ö, eltérések, de a nyelvnek a szépségét, a helyes magyar nyelvet, azt megtanulja a kicsi rongyos, láb, rongyos nadrágú gyermek úgy erdővidéken, a Rika mezején, mint itt a homorúd menti. Kezdjük azzal, hogy ez a Román Viktor gyerek megszületik 1937, a jobbacska gazdáknál, meg az ilyen iparos embereknél az abás fali cigányoknak meg volt az a szokása, hogy amikor megszületett, lejöttek és elhúzták az, apa, az apa tiszteletére egy megfelelő nótát. Hát a Viktor esetében ez pontosan a Rákóczi induló volt. Úgy, hogy a Rákóczi induló és lehullott az ezüstlevelű nyárfa levele, a között élt 58 évet. Ennyit a nótákról. Viktornak a művészete, ugye azt kell mondjam, hogy ott kezdődik, hogy 5-6 esztendős korában kezdett faragni. A székely gyermek 6 esztendős korában mondjuk bicska tulajdonos, 10 esztendős korában pedig a fejszét adják a kezébe. Viktor öt 6 eszendős korában annyit haragott, hogy apámnak a bicskái oda lettek, úgy, hogy apám azt mondta, álljunk meg, hozok neked agyagot, foglalkozzál avval, nem mind a bicskákkal dolgozzál. Úgyhogy hogy 6 eszendős korában az agyag a kezébe kerül, onnantól kezdve a házunk tele volt megkötött agyag darabokkal az ágytól elkezdve mindenütt. Viktornak a kezéből az agyak ki nem esett. 7-8 korára megint visszatért arra, hogy bicska, mert a szekeret nem lehetett agyakból megcsinálni, és amikor ő a tematikát megválasztotta, a szekeret azt már kicsi korától kezdve csodálta. úgyhogy a szekeret kifaragta bicskával, beléültette a a lókodi embert, a szekerest, a szekér derekába. A lovakat persze agyagból csinálta meg. Véni és né, aki a szomszéd lakott, azt mondja, te Viktor, nem kaptál egy ügyesebb szemmártani embert abba a szekér derekába. Pont ezt a púpos hátú lovászdénest kellett beliültest. Tehát ugye Viktornál már akkor az működött, hogy a jellegzetes formát kell kimutatni, és ebből adódóan került a púpos lovász dénes a szekér sorogjába. Na de adódik az, hogy egy festőnő vetődik a faluba, és észreveszi, hogy Viktornak milyen dolgai vannak. Viktorokkal már rajzolgatott is, meg egyáltalán. Úgyhogy neki a falusi iskolába, tízezendős korában egy kiállítást rendezett. És e, úgy kezdődik az a párbeszéd, hogy te Viktor ezt így, úgy, amúgy, és felébresztette benne még inkább a vonzódást a, a, a művészetek felé. Úgyhogy... Viktor ki volt készítve már tízeszendős korában, hogy belőle szobrász kell legyen. Ő ebből egy szikrát se engedett. Apám még őt a Marosvásárhelyi Képzőművészeti Liceumba, középiskolába, és ott Izsák Marcinak, az igazgatónak a kezére került. Egyébként meg kell jegyezzük azt, hogy ez a Viktor, meg Hunyadi Laci, mert az is neves szobrász ember lett. Hunyadi Lacival ketten egy osztályba jártak, és Izsák, aki ügyes szobrász ember volt, és állami, állami szerződéseket jócskán meg tudott fogni, neki szüksége volt olyan inasokra, amik pontosan ez a Viktor, meg a Hunyadi képviseltek. Ezek olyan nyilvános gyerekek voltak, Hunyadi vagy két esztendővel idősebb volt, mint Viktor, de Viktor egy kora fejlett figura volt. Úgy, hogy elmebelileg és fizikailag ő felül járt az osztálytársain. Izsák Marcinál a mesterséget olyan szinten elsajátították, hogy aztán a felvételin nekik az ügyek simán mentek. Ha mondjuk Viktor ő másképpen gondolkozott, mint Hunyadiék, mert Hunyadiék azt mondták, hogy mi nem menjünk Bukarestbe, mert ott románul tudni kell, menjünk inkább Polosvára. De azt mondja Viktor, hogy te, hát én egy tramvai egy villamos jegyet nem tudok románul megvenni, de én Bukarestbe megyek, mert a nyelv reaszál az emberre. Aki magyarul tud, hát az a világ legnehezebb nyelve annak más idegen nyelv megtanulása nem probléma, sőt, aztán előáll az, hogy aki magyarul tud, az majd jobban tud, mint a román, mert ezt ő bebizonyította élete során, hogy a szókincse a, a tereinek a megfelelő kiművelésén keresztül magasabb szinten beszélt, mint a román, és később, mint a francia. Az egyik francia kollégája, aki ö, csodálta öröki Viktort, el is mondta róla. Te, ez, ez olyan ember, aki tanulmányozza a nyelvet és a szakmai nyelvet, olyan kegyetlen pontosággal tudja, hogy mi mind tanulhatunk tőle. Felkerült Bukaresbe, ott... Románul nem tudott, de a zsebibe volt Izsák Márcinak, Márcinak az ajánló levele az egyetem rektorához. Te, Kostika, az Konstantin Bar Baraszkinak hívták, te, Kostika, ügyelj erre a gyermekre, mert ez ugyan románul nem tud, de majd megtanul, de a többi vonalon az elsők között fogod őt találni és neked is szükséged van ügyes inosokra, vedd fel, rendezzétek ott a dolgot. Viktor elment, fels Baraszki hívatja Balog Pétert. Akkoriban a Nikolai Grigorescu Bukaresti Egyetemen két asszisztent is magyar volt. Tehát az 50-es években magyarok jöttek, mentek a főiskolai szinteken Bukarestbe. Később jött aztán a Csau korszaknak, az a kitakarítsuk a magyarokat innét a francba politika, de akkoriban jól ment. Úgyhogy Balog Péter kézbe vette Viktor, és azt mondta, te a számtamba az feladat, azt meg tudod csinálni. Rajzolni jobban tudsz, mint a többiek, láttam, a tematikát, a modellezést jobban tudod. Úgy, hogy marad az alkotmánytan, amit magyarul nekem fogsz elmondani, és az irodalmat, a román irodalomba pedig, itt van ne három tétel, valamelyik biztosan lesz ebből. Ezt a hármat tanult, meg készen vagyunk. Úgy is lett. Egyből besétált Viktor. Ahogy besétált, két hétre Baraszkinál volt a, a műhelyben. Harmadrangú Inas. Az első volt a, a Jonika, hát az egy harmadéves figura volt, egy román gyerek. Utána jött egy brassói német, és a harmadik volt Viktor. Igen, de nem telt el három hét, hát Viktor az első mert ott, amiket csinált és bemutatott, Baraszki azonnal előre léptette. Nem azt mondom, hogy le lecserélte Jonikát, de látszott, hogy Viktor az első ember. Sőt, annyira ment, hogy a végén megtudta, hogy én is bukaresti egyetemista vagyok, és azt mondja neki, te kutuzó vagy csinálj, és kéne egy modell nekem. Szója bátyádnak, milyen formátumú van-e bár olyan, mint te? Ha azt mondja, még nagyobb, mint én, ügyesebb is. Igen, na jöjjön ide, és öt lejúrabéri Kutuzovnak legyen ö, modell. Úgyhogy Baraszki kezén mi elég jól éltünk ott Bukarestbe. Viktor a kivitelezésben már akkor ugye olyan mesterségbeli fogásokat tudott, hogy abból szigorúan tudott tovább haladni. Úgyhogy elvégzi a, az egyetemet 1960 62-ben már a Magiéru terembe, egy jó nevű, nem azt mondom, hogy olyan, mint a Vigadó, de hát az nekik legalábbis a Vigadó szintet képviseli. Tehát 62-ben kiállítása van, a művészeti, kezdeti művészeti pályájára jellemző az, hogy hozzá mert nyúlni olyan ügyek megvalósításához, ami az akkori román szobrászatban szinte tabúnak ment. A női akt az nem mertek hozzá nyúlni. A, a Viktor kiállításán megjelenik. Kifaragott egy szép női aktot, de azon kívül a. Az érzéki formák kreációja és a megoldások már ott kimutaták, hogy kitűnő érzéke van a szobrászat sok rétegű megmozdulása irányába. Mageru után jött 1965, Viktor akkor már jól csengő román szobrász neve volt, és mivel hogy kezdett más, nem klasszikus irányokkal foglalkozni. Mert ugye a klasszikus irány az, hogy lemásoljuk pont olyan. Hát ő is le tudta másolni pont olyanra. Egy időben Hunyadival azzal hűültek, hogy te, hát úgy megcsináljuk, hogy a szőrt is, ha kell, a szobra megcsináljuk. Erre azt mondja Viktor, szőr? Hát ezután úgy hívjuk egymás, hogy szőr. Igen hogy van szőr, mondta Viktor Hunyadinak, és az is válaszolt, természetesen szőr nagyszerű a mai napunk. Na, tehát vannak ilyen dolgok, a művészekben van egy olyan hangulat, egy olyan kirezgés, ami a közemberre nem jellemző. Dallesterem 1965, külföldi legények jelennek meg, Viktornak a méltatása megy, Romániába az első élvonalbeli szobrászok között szerepel, British Council megjelenik Bukaresbe, a céljuk az, hogy a kelet-európai szobrász süvölvények közül nézzenek ki embereket, alanyokat maguk, maguknak vigyék el Londonba, meg egyáltalán akarnak valamit, hogy tökéletesen mit a franc tudja. De az akarásból kijön az, hogy Viktornak adnak egy ösztöndíjat. A helyzet szerencséje az, hogy 1965-ben Svájcba, Genfbe van a centenáriuma a távközlési UIT, Union International de Transport. És annak kiírnak egy pályázatot, ha hát nem Viktor nyeri az első díjat. Van pénze, útlevelet nehezen, de valahogy kapott, kikerül külföldre, és ott fut szembe először az, hogy a nyugati művészet milyen szabad pályán működik, a megnyomorítások, a rettenet, ami kíséri, kísérti a kelet-európai szobrász világot, az nem létezik. Úgyhogy találkozik ugye azokkal a művekkel, amik őt érdekelték, Burdel, Brünkus, Henry Moore, Calder, stb. Ez a kapcsolat a nyugati vonalvezetési művészete őt arra indítja, hogy gondolja meg egy esetleges kinmaradás tervét. A British Council preferálja Victor-t és ad neki egy összendíjat. 1967 valahogy ki meg, mert az angolok kétszer is el kellett küldjék az ösztöndíjat, Mert először azt mondták, hogy te, Viktorka, ne siess, ha de egyszer menjen más. Az első ösztöndíjat nem másnak adták. Viktor reklamált a British Columbus-tújjannél. Ott egyébként egy ször Darwin nevű családos ember marhára kedvelte Viktor, annak a felesége is ö, szerette őt. Mármint fiatal szobrász gyereket. Elintézik, hogy még egyszer kapjon Románia egy ilyen összendélyes, na, behívhatják Viktor, tud, te akkor te menjél most már, menjél Londonba, hat hónap, de aztán visszajön. Ha én vissza is jövök, csak egyszer kapjam meg az ösztöndíjat, a pénz, ott intézem el a dolgaimat. A British, a British Royal. Hát a királyi egyetem. British Royal College a London, Oda került be. Egy írországi, meg egy bulgár volt vele együtt ilyen burszások, de az írországi az összesen egy munkát tudott hat hónap alatt csinálni. A bulgár az piás gyerek volt, Viktor 30 munkát csinált, neki egy kiállítás rendeztek, oda betették az írországi gyereket, és meg a bulgárt, és meg kinyögték ők is a, a munkájukat. És Viktorról olyan cikkek jelentek meg az újságban, hogy egy távlatos gyerek. Az európai színvonalba beszámítható ember. Küldött nekem egy meghívót, én a feleségemmel 68 májusában kimentem látogatóba, Londonba, nyolc napig ott voltunk, és velünk együtt jött Viktor vissza Párizsba. Párizsba két napot eltöltöttünk, és azt mondja Viktól, jó testvér, nekem itt még egy kicsi dolgom van. Tűk, menjetek hazafelé, anyámra ügyeljetek, amiből lehet, mert elfelejtettem mondani, apánk fiatalon meghalt 1962-ben, 60 eszendős korába mert az erdő vidéki zóna alatt az urán kisugárzása, ugye nagy széntelepek vannak, és ott a nép pusztul rákba halomra. Apám korán meghalt, és anyám akkor maradt meg. Az én fiam Román Tamás, aki majd egy 53 esztendős kemény legény, amma meg volt úgy úgyhogy a család a kezemre maradt. Visszakerültünk mi Romániába, ő kimmaradt, és megkezdte azt a keserves beilleszkedési életet, amit keresztül kell menjen a művészember, aki a jó körülmények közül mondjuk úgy Bukarestből kikerül, Párizsba, és csak kutya se ismeri, mert már pedig Párizsba 20 ezer képzőművész próbálja magát érvényesíteni, és aki nem kerül fel az első 200-ba, annak nem sok jót hoz az élet számára. Ha Viktor végül is a tordai születésű Etienne Asdű Hajdu Pistabánál kapott munkát, Hajdu István jó nevű szobrász művész, magyar származású, és nála dolgozott Viktor, mint kivitelező öt éven keresztül. Hát azt mondja, én tulajdonképpen öt eszendőt elvesztettem az életembe, amit Hajdú Pistabánál lehúztam, de az a tény, hogy egy olyan kiforrott művészember mellett voltam, akik, aki Henry Murékkal egy szériához számítódik, meg a brünkus vonallal, meg a modernista vonulatok kitűnő szakértője volt. Mégis nála tanultam, és azon kívül az összes szerszámok neveit, és egyáltalán a modern technikának a, a dolgait ott én azokkal szembefutottam, úgyhogy a felkészülésemhez ez, ez nem ártott. 1900 67, 1973, 73-ban megnyert egy pályázatot Viktor, és onnantól kezdve a dolgai rendeződnek. A pályázat Bobinyi polgármesteri hivatalra előtt felállítandó négy méteres bronz szoborra vonatkozott. Úgy, hogy ott jó pénz kapott, és abból az ügyeit tovább tudta rendezni. Ez alatt az öt év alatt mert ő úgy mondja, hogy a ja, amíg szegényködtem, hát lemezből kellett, ilyen alumínium lemezekből dolgozok, és próbáljak ezt csinálni. A szobraim nem azok voltak, de most visszatérek agyag, az agyag ki van égetve, kerámia, a kerámia mehet az öntődébe, bronz. A bronzok úgy születnek, agyag, kiégetve a modell, és utána van a, az öntési stádium. Úgyhogy kezdenek megszületni ezek a, a szériák, amik már arról beszélnek, hogy Román Viktor tökéletesen érti a szakmát. Román Viktor, ö, most amiket mondok, nem tőlem vannak. Én mondom azt, amit mondanak, mondtak út róla, sréa raktak a franciák hogy Román Viktor az, aki tökéletesen érzi, értékeli, a térbe tud rajzolni, a plastikai egyensúly problémáját ő nem kinyögi, ő tudja érzékelni, és sok esetben olyan geometriai törvényszerűségeket tud felszínre vetni, amit az emberiség megcsodálhat. A másik azt mondja róla, te, a Román Viktor dolgai, hát ezek az emberiség kincses nagy értékei. Figyeljünk oda, ezeket értékelni, védeni, őriznünk kell, mert ez a jelenkori marha, kaotikus világ problémáira megadja azt a függőleges, helyes választ, amire tulajdonképpen a mai kor emberére szükség van. Ha köztudod, hogy a, a nyugati művészet, ha haldokló formát öltött magára, döglődő művészet van nyugaton, az labirintusból az egyedüli kiárható, kiáró útat a román Viktor szobrai jelentik. Akkor ezekről a munkákról kell foglalkozni, és a történelem majd bebizonyítja, hogy a Viktor dolgai azok, amik magukba hordozzák az egyetemességet, sőt az egyedüliséget. Az egyik elemzője azt mondja, a Mozart felveti azt a tételt, hogy minden zene meg van szerkesztve, még a genézis előtt. Az Úristen megcsinálta a zenét. Csak kell, hogy ti, földi népek, leírjátok. Na hát a zeneszerző az, aki le tudja írni azt, amit az örök titok rejteget. Hát egy ilyen felvetésben azt kell mondanunk, hogy a Román Viktor dolgaik az a Profétikusan, minden vallásos szentségen túlmenő megoldás, ami a, az isteni tudatban létező titkos alakok, formák megoldását lehozta, nektek bemutatta. Ezt lehetne mondani, amit rearagtak, azt lehetne mondani naphosszat, de hát nem ez a mi dolgunk. A művészete oda alakult, hogy végül is elismert ember, 1994 Jacques Toubon, a miniszterelnöknek a művészeti ügyekkel foglalkozó minisztere, Román Viktornak megadja a Chevalier -e de címet. Úgyhogy a franciák ők a, a lovag érdemrend címet neki nem sajnálták, nem szígyelték megadni, mert Román Viktorból egy van. Na ez az én egysém, Román Viktor.